a 117 perc embere ezen a héten. A hét embere ezen a héten Keleti Artúr, akit köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye kibertitok jövőkutató, IT biztonsági stratéga, a The Imperfect Secret című könyv szerzőjeként aktív kutatója a kibertérben megjelenő személyes és üzleti titkok biztonságának és a terület jövőjének. Ugye most már negyedik napja kérdezik önt, és hát attól tartok, hogy bizony a legnépszerűbb témákat már kérdezték a kollégák. Hát azért itt ennek a nehéz ennek a témának ilyen könnyen a végére ért. Na ebben bíztam. Még azért sok minden. Ebben bíztam én is, úgyhogy azzal első kérdéssel készültem, hogy mi az, amit már szeretett volna, hogyha megkérdeztek volna öntől, de még nem kérdezték meg. Hát talán az, hogy milyen formában tudják a magánemberek megvédeni a saját információjukat, vagy pontosabban inkább az, hogy mennyire érdekli ez a téma az embereket. Azt hiszem, hogy ez még inkább egy érdekes kérdés, mert a kettő egymáshoz kapcsolódik. Akkor előtte talán nézzük meg, hogy tényleg egy átlagembert, egy átlag mondjuk internet használót, aki e-mailezik, esetleg facebookozik, tehát alap dolgokat csinál, milyen veszély fenyegeti, tehát mi ellen kellene védekezniük, amiről nem tudnak, hogy védekezniük kellene. Fordítsuk inkább meg, én erre a kérdésre is válaszolni fogok, de előtte inkább azt mondanám el, hogy átlagban ma az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember eléggé rosszul méri föl, hogy a kibertérben, vagy az informatikai térben az ő tevékenységét, azt mennyire lehet megfigyelni, ki figyelheti ezt meg, mi történhet ott vele, illetve miután azért azt vegyük észre, hogy nem mindenki biztonsági őr, magyarán nem biztos, hogy mindenkiben megvan ez az enyhe paranoiás érzés, ami egyébként bennünk biztonsági szakértőben megvan, tehát mivel nem mindenki ilyen, azért nem is biztos, hogy mindenkit ez a téma olyan mértékben érdekel. Sokszor hallom, úgy átlag emberektől, vagy nem szakemberektől azt, hogy hát nekem igazából nincsen titkom. Tehát tulajdonképpen az én gépemen nincs semmi olyan, amit esetleg ne lehetne ellopni, vagy ha ellopja valaki, akkor így jártam. Viszont az az igazság, hogy mindenkinek van titka. Tehát engem az elmúlt években, amióta ez a kibertérben a titkok kutatásával is mélyebben foglalkozom, az az érzésem támad, hogy tulajdonképpen mindenkinek van érzékeny adata. Sőt, tovább megyek, egy csomó adatról nem tudjuk egy bizonyos pillanatig, hogy érzékeny. Mivel azt, hogy most itt ezt a beszélgetést folytatjuk mi ketten egymással, abban addig semmi nincsen, amíg erről mondjuk ugyanezt mondtam én a feleségemnek is, de hogyha mondjuk én neki azt mondtam, hogy bevásárolni megyek, közben meg önnel beszélgetek itt a szakmáról, akkor ez már mindjárt egy érzékenyebb adat. Vagyis arra akarok kiukadni, hogy ez egyfajta gondolkodásmódot igényel, amire nem mindenki alkalmas, és itt kezdődik az alapvető gond. Hogy visszatérjek az ön kérdésére, például mondjuk, hogyha az ember kap egy zsaruló vírust, mondjuk amit úgy kap meg, hogy megnyit egy levelet, amiben mondjuk egy kérdést föltesznek neki, hogy szeretne gazdag lenni pillanatok alatt, vagy ön gratulálunk, ön nyert egy új okostelefon, csak ide kell kattintani, és más letöltheti, és akkor nagyon sokan kattintanak. Pontosan azért, mert nem gondolnak abba bele, hogy ennek mi lesz a következménye. És egy ilyen kattintás után mondjuk egy zsarolóvírus föltelepül a gépünkre, eltitkosítja az adatokat, és utána már csak pénzért fogunk hozzáférni ehhez az adathoz, vagyis sajnos, ma, miután ez egy virágzó üzlet lett a világban, az adatokkal való kereskedelem, a felhasználók megzsarolása, és még sok minden más is, ezért sajnos az átlag felhasználó elég rosszul méri fel azt, hogy neki egyáltalán van-e titka, mennyire szenzitív adatokkal dolgozik ő tulajdonképpen, és azt sem látja igazán tisztán, hogy a világban dolgozó hackerek azok milyen kiváló módszereket tudják tőle az információt kicsalni, vagy hogyan tudják őt olyan helyzetbe hozni, hogy például ellopják a bankszámla adatait, vagy ne adja Isten a bankszámlájáról leemelik a pénzt. Ugye mi nem szoktunk itt belemenni semmiféle ilyen durva politikai dologba, és ebből végül is politikai ügy lett, de én szakmailag szeretném megkérdezni. Ugye most a legutóbbi ilyen botrány, a jól emlékszem, pont a nemzeti konzultációval kapcsolatban, ahol online is lehet ezt végezni, ott volt valami orosz, nem tudom pontosan micsoda, amiről azt feltételezték, hogy akik válaszolnak a nemzeti konzultációval,
konzultáció kérdéseire, azoknak a válaszait, vagy adatait, vagy nem tudom micsodáit egy orosz szerverre továbbítják. Ezt mennyire kell komolyan venni? Szedjük a dolgokat szét, és tisztán szakmailag beszélgetünk nyilvánvalóan erről a kérdésről. Először is azt fontos tisztázni, hogy csak azért, mert bizonyos adatok ebbe vagy abba az országba mennek, az még nem jelenti azt, hogy az ottan mindjárt egy bűncselekmény, vagy hogy feltétlenül ottan hackerek várják tártkarokkal az adatokat, és nem is feltétlenül szivárognak ezek az adatok. Magyarán azért azt hozzá kell tenni, hogy a világon minden ország azon dolgozik, pontosabban minden országban működő, különösen nagyobb országokban dolgozó gazdasági szervezetek, hogy ők minél több adathoz jussanak hozzá, minél több szolgáltatást nyújtsanak. Tehát mielőtt még elkezdjük ezt a dolgot itt felfújni, ugyanilyen szolgáltatás működik Amerikában, ugyanilyen szolgáltatás működik Kínában, és még így folytathatnám a sort. Ezek a szolgáltatások egyébként ezen a konkrét lapon szintén mind ott volt. Tehát igazából tehát ez az egyik része a kérdésnek. A másik része a kérdésnek az pedig az, hogy igazából ezek a különböző adatok, amiket küldünk ide vagy oda, azokat nyilvánvalóan a biztonsági szakembereknek meg kell vizsgálni, mielőtt létrehoznak egy ilyen rendszert. Vagyis ebből az következik, hogy úgy szabad csak informatikai rendszereket tervezni, felépíteni, kitalálni és működtetni, hogy azokat biztonsági szakemberek áttekintették, és sajnos ebben nagyon-nagyon sokszor, a mai napon is, sok vállalat, sok szervezet, államigazgatási szervezet nem feltétlenül jár el kellő elővigyázatossággal, viszont ez nem is feltétlenül mindig az ő hibájuk. Ugyanis a hackerek már annyira profik és annyira ügyesek, hogy gyakran megtévesztően tudnak viselkedni egy rendszerbe, például fel tudnak tenni úgy kódokat, be tudnak lépni úgy rendszerekbe, hogy arról gyakorlatilag az üzemeltetője, a rendszerüzemeltetője nem tud semmit. A mai napig is egyébként körülbelül 150-200 napot tudnak ugye hackerek az informatikai rendszerekben tölteni, hogy azt mi nem veszük észre. Ez egy átlagszám. Uh-huh. Ugye mondta, hogy akkor ettől nem kell félni. De hát a laikus Én azt gondolom, hogy ez egy picit szerintem túl lesz. Szakmai oldalról mondom a véleményem. Én azt gondolom, hogy természetesen ezzel a témával foglalkozni kell, természetesen körültekintően kell eljárni akkor, amikor az ember oldalakat készít. Természetesen oda kell figyelni arra, hogy milyen adatokat küldünk és hova. De azt gondolom, hogy nem ilyen módszerekkel szokták a hackerek beszerezni az információkat bizonyos országok állampolgárairól. Nem ilyen módszerekkel történnek az igazán nagy események. Igen, tehát akkor ettől nem kell tartani, akkor mitől kell tartani? Tehát mik azok a jelek, amire az ember azt mondja, mint átlag kibertér, nem is tudom, használó, akkor mitől, mi legyen gyanús? Na azért egy dolgot azért így tegyünk tisztába. Tehát azért azt látni kell, hogy attól, hogy mi még nem látunk valamit, attól még valószínűleg történhet, vagy meg is szokott történni. Uh-huh. Tehát például azért azt tudni kell, és ez nem konkrét országról beszélek, Amerikát is ugyanúgy elővehetnénk, hogy az állam nem mindig tud feltétlenül a legjobb gazdája lenni ezeknek az adatoknak. Viszont mégis oda kell nekik adni, hiszen állami szolgáltatásokat igénybe veszünk, és ez a világon mindenhol így működik. De például Amerikában nem olyan régen történt egy olyan incidens, óriási probléma is lett belőle, hogy valószínűleg kínai hackerek több mint 20 millió kormányzati adatot, pontosabban a kormányzatban dolgozó és katonai területen, sőt titkosszolgálatnál dolgozó, ügynökként dolgozó embernek az adatát töltötték meg, szerezték meg, és ebben biometrikus adatok is voltak, új lenyomatok, személyes adatok. Arra akarok kiukadni, hogy ma komoly dilemmában vannak az átlagemberek, mert az adatot oda kell adni a szolgáltatóknak, oda kell adnunk a Google-nek, a Facebook-nak, oda kell adnunk az államigazgatásnak, de ők nem mindig tudnak megfelelően vigyázni. Uh-huh. És sajnos azt kell mondjam, hogy ezek nem olyan vírusok, ezek nem olyan kórokozók, nem olyan támadások, amiket az átlag állampolgár észre fog venni, ezeket komoly, gyakran állami háttérrel megszervezett, vagy széles kiberbűnözői háttérrel, dollármilliókból összerakott eszközökkel hajtják végre, és ezért
valamikor nincs esélyünk, hogy észrevegyünk dolgokat. De azért, mielőtt ennyire sötét képet festenék, az alapgondolkodás, hogy nem kattintunk feleslegesen, hogy végig gondoljuk, hogy hova írjuk be az adatainkat, hogy átgondoljuk, hogy a bankunk miért kér tőlünk adatokat, ami megvan a bankunknak. Hogy egy ismerősünk miért kezd el tőlünk olyan dolgokat kérdezni, amit neki tudnia kellene. Ennek a gondolkodásmódnak bennünk kell lennie, és ha ehhez mellé tesszük azokat az eszközöket, vírusírtókat, tűzfakat, amit legálisan megvásárolunk, kicsit odafigyelünk, akkor azért valószínűleg egy alapbiztonsági szintet el tudunk érni, és még esetleg ehhez mellé tehetném azt is, hogy odafigyelünk egy kicsit a gyerekeinkre, hogy ők mit csinálnak, beszélgetni velük egy kicsit az új generáció már. Nagyon internet és mobil internethez kapcsolódó, akkor szerintem azért el lehet érni egy elfogadható biztonsági szintet. De legalapvetőbb szabály akkor mégiscsak az, amivel ugye kezdte a dolgot, hogyha én azt mondtam a feleségemnek, hogy vásárolni mentem, akkor tényleg oda menjek. Én azt javaslom, hogy a mai világban, amikor körbe vagyunk véve GPS-ekkel, helymegfigyelő rendszerekkel, kamerákkal, online közvetítésekkel, mikrofonokkal, akkor a legjobban azt tesszük, hogyha nem igazán hazudunk túlságosan nagyot, mert előbb-utóbb le fogunk bukni, sőt, tovább megyek. Az elemzők azt állítják, hogy 2020 környékén az adatainknak, a kritikus adatainknak a 75%-át nem fogjuk tudni valószínűleg megvédeni, és ezért inkább transzparensek leszünk, mindenkinek hozzáférés biztosítunk. Hozzá, hogy a társadalomban vagyon pár év alatt ezt meg tudja ugrani, ezt az óriási különbséget a titok és a nem titok között, ebben azért vannak bennem kétségek, de hát valami majd fog történni. Köszönöm szépen, hogy ismét rendelkezésünkre állt. Keleti Artúrt, a hét emberét hallották itt a Civil Rádióban. További jó munkát kívánok, viszont hallásra. Köszönöm, én is viszont kívánom.